1985-ben ismertem meg tulajdonképpen Kukeri Mártont, aki Záhonyban volt műszaki szakember. Egy szorgalmas ember volt, és minden áron az ismereteit, kapcsolatait folyamatosan építette. Beindult egy jelentős folyékony gázüzlet a Szovjetunióból Ausztriába. Üzleti kapcsolataink révén az importőrök felvetették, hogy hogyan lehetne Záhonyba egy átfejtő állomást létrehozni. Éppen Marci is besegített ebbe. Tulajdonképpen megszereztük az engedélyt. Megmondom őszintén, teljesen korrekt, egymás támogató, örültünk egymás sikereinek, és mindenben segítettük egymást. Nagyon korrekt volt. A nemzetközi kapcsolatai kiválóak voltak, tehát a szomszédos vasutakkal is vezetői szinten tudta, hogy ott kell tulajdonképpen az alapotokat megteremteni, úgyhogy nagyon komoly dolgokat megoldottunk. Kukeri Mártonnál apolitikusabb embert nehéz volt elképzelni, ő vasutas volt, ízig-vérig vasutas volt. Külső megjelenésében joviális, mosolygós, ha a mai világban még ez a jelző mond valamit, egy kifejezetten udvarias ember volt. Megoldandó feladatai között a legfontosabbak voltak azok, amelyek a vasútnak a lényegét adják, a személy és a teherszállítás. Egyszerűen nem tudok olyan emléket magamba felidézni, amikor vele össze kellett volna szólalkozni, vagy valamit határozottabb hangon kellett volna előadni. Tehát egy nagyon jó partner volt. Ezeket a esetenként nem mindig egymással konvergáló igényeket, ezeket ő igyekezett a maga asztalán jól összerendezni. Néha túlzottan óvatos is volt. Először ezt én negatív értelemben gondoltam, és utána, ahogy az évek teltek, egyre inkább ezt becsültem meg benne, hogy rettentesen megfontolta a dolgokat. De utána, amikor gyakorlatilag megállapodást jutottunk, vagy egy döntési helyzet volt, mondjuk ugye később, amikor a CERN-nél dolgozott, akkor alapvetően operatívan ő vitte a céget, de voltak stratégiai kérdések, amiben a döntést én hoztam meg, mondjuk ezzel szó nélkül végrehajtotta a legjobb tudása szerint, sőt, gyakorlatilag jobban végrehajtotta, mint amit én valaha tudtam volna néha képzelni. Mind a ketten, ugyanazokat az értékeket képviseltük a család, a kollégákkal szembe, pluszban meg a vadászat szeretete, az is belejátszott, a természet szeretete. Legtöbbször úgy voltunk kint vadászni, hogy nem is lőttünk, csak egyszer ültük, néztük a vadakat. De az embereket, főleg két férfit szerintem összehoz ilyen barátsági szempontból. És az, hogy a Marci jól végezte a munkáját, abból is látszik, hogy tulajdonképpen zöggenőmentesen megyünk tovább. Úgy kell fölfogni, mintha szabadságon lenne. És jelen pillanatban ez működik. Természetesen sok minden szépen lassan át kell alakítani, mert minden vezető úgy mondom ráteszi a saját személyes névjegyét arra a cégre, ahogy mi is fogjuk hívni, hogy a Kukeri korszak. Marci egy nagyon megbízható, nagyon kiszámítható, következetes ember volt. Ezt pályafutása során végig tudtam követni. Én azt gondolom, hogy mindig számíthattunk az ő támogatására és a tapasztalatára, illetve arra, hogy több nyelven beszélt. Tudni kell minden országnak az ügyfeleivel, nem csak a saját nyelvükön, hanem a saját módszereikkel beszélni. És Marci ebben is nagyon ügyes volt, hogy tudott beszélni a kocsivizsgálóval is, magyarul is, de tudod beszélni a vezérigazgatóval vagy a miniszterrel is. Nem sokan tudják ezt. Na Marcinak én azt tartom az egyik legnagyobb jó tulajdonságának, hogy ő soha nem akart álmodni, hanem mindig a realitások talaján mozgott. Ez egy megfizethetetlen jó menedzser tulajdonság, amit azt gondolom, hogy hosszú távon azért a tulajdonosai is megbecsültek. A Hungrélban meghatározó szerepe volt Marcinak, ugyanis mindenki elfogadta azt, hogy amikor a Hungrélban vagyunk, akkor nem a parciális érdekeket képviseljük, hanem a vasúti áruforozásnak az érdekeit. Kukeri úr évtizedek óta dolgozott a vasúti nagycsaládban. Vele való munka nagyon gördülékenyen ment, hiszen meglátta a lényeget bármilyen problémában és kérdésfeltevésben, és ezért nagyon hatékonyan lehetett vele együttműködni.
Egy nyugodt, magabiztos szakmaiság jellemezte a munkáját, amikor lehetőségem volt vele dolgozni és találkozni vele, de hát egy mindenféleképpen hatalmas veszteség mind a Hungariának, mind a vasutas társadalomnak. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy amiket ő megfogalmazott az 1999 és 2002-es időszakban, azok a mai napig érvényesek. A legfontosabb ilyen mondása az az volt, hogy magáinak kell, hogy érezzék a polgárok, a kormány és a vasutasok is a vasutat, hiszen szerethetővé kell válni a vasútnak. Az utasok és az árufuvarozók is akkor tudják választani ezeket a szolgáltatásokat, hogyha szerethető, és ebben minden benne van. Azáltal, hogy szerethető, azáltal nyilvánvalóan sokkal többen használják. És mivel egy olyan ágazatról beszélünk, ami nem megy az állami szerepvállalás nélkül, ha szerethető a vasút és az utasok által szerethető, akkor lesz szerethető a befektető vagy a magyar állam által is. Nekünk azonban most is a holnapok, a jövő felé kell fordítani tekintetünket.